Sziasztok! Ez itt a Z Fold 4, ami gyakorlatilag a legdrágább Samsung telefon, és talán itthon a legdrágább telefon az egész kínálatból. 780 ezer forintról indul, és egészen 945 ezer forintig fel lehet turbozni. Mit is kapunk ennyi pénzért? Ebben a videómban elmondom, hogy hogyan sikerült ez a készülék. Kezdjünk! Ahogy a Z Flipnél, úgy a Z Foldnál sem találunk túl sok újdonságot, hogyha így kívülről megnézzük. Változott az anyaghasználat, például most már Gorilla Glass Victus Plus véri a telefon külsejét. Kicsit kisebb és könnyebb lett, de az alapkoncepció ugyanaz. Belül van egy nagy, majdhogy nem tablet méretű nagy kijelző, összecsukva pedig egy keskeny, kisebb kijelző fogad a készülék elején. A telefon összecsukva két telefon vastagságot tesz ki, de így sem éreztem ergonómiai rémálomnak, és a kialakítás abszolút prémium tapintásra, kinyitásra, összecsukásra mind érződik, hogy ebben aztán van anyag. A nyitómechanizmus egy kicsit változott, vékonyabb és egyszerűbb lett, szinte bármilyen pozícióban megállítható. Porállóság viszont továbbra sincsen, de IPX8 vízállóság az van. A gombok azok remek helyen vannak a készülék oldalán, a bekapcsoló gomba került az ujjlenyomatolvasó, ami pontos és gyors. A külső kijelző egy 6,2 hüvelykes relatíve keskeny, viszont jó magas kijelző, így elsőre talán furcsa, viszont jól használható, és a keskenység nálam egyedül csak ott volt hátrány, hogy a billentyűzet így azért egy kicsit zsúfoltabb, és gyakori volt az elütés gépelés közben, viszont már ez is előrelépés az előtthöz képest, ami egy sokkal keskenyebb, szűkösebb kijelző volt. Maga a panel az remek, ez egy Dynamic AMOLED 2X 120 Hz-es maximális képfrissítéssel és nagyon éles megjelenítéssel. Kinyitva egy hatalmas 7,6 hüvelykes AMOLED panellel találkozunk, specifikációt tekintve ugyanúgy 120 Hz maximális képfrissítéssel, adaptív módban ez egészen 1 Hz-ig is le tud menni. Van HDR 10 Plus tanúsítvány és 1200 nites maximális csúcsfénysűrűség, ami minden környezetben jó leolvashatóságot biztosít. A hajtás az nem változott, ugyanúgy látható és érezhető ízlések és pofonok, van, akit zavar, engem speciál nem. Ami még itt érdekes, hogy a kijelző alá rejtették a selfie kamerát idén is, viszont most egy kicsit még jobban rejtve van, kevésbé látszik. Van S Pen támogatás is, ami egy ekkora kijelzőnél már azért igazán hasznos lehet egyeseknek. Itt azért annyi megjegyezendő, hogy az S22 Ultra ceruzájával nem tanácsos nekiesni, mivel a műanyag kijelzőt az össze fogja karcolni, ehhez egy speciális hegyű való. Ez a rész remek, mármint a kijelzős rész, a Samsung eleve élen jár a kijelzőkben, és itt is megkapunk mindent, amit jelenleg tudnak. A hangzást sem rontották el, sztereó hangzás van, és jól tisztán szólnak, és még van némi basszus is, ez nagyon jól kivitelezett megoldás, és Dolby Atmos térhatásra is képes. Kamerán keresztül így szól. Hardware-es téren is a maximumot adja, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 GB RAM, 8 GB-tal bővíthető virtuálisan, valamint 256 vagy 512 GB-os, illetve 1 TB-os opció is létezik tárhely tekintetében. A teljesítmény nagyon magas, a benchmarkokon gyakorlatilag a legjobb eredmények között van, nincsen semmilyen alkalmazás vagy játék, ami egy kicsit is meg tudja trükközni. A stresszteszt vagy a komoly megerőltető játékok azért hőkérdésben viszont meg tudják trükközni, a teljesítmény az hamar csökken, a hőmérséklet pedig hamar igencsak megnő. Ez egy normál használat közben abszolút nem történik meg, csak akkor, hogyha stressztesztet vagy komolyabb játékokat adunk neki hosszabb időre. Szoftver tekintetében jelenleg Android 12-nk van, 4.1.1-es One UI-jal, de hamarosan érkezik az új 13-as főverzió. Ez ugyanaz a rendszer, mint bármilyen más aktuális Samsung csúcskészüléknél, kivéve a speciális funkciókat, amit a nagy kijelző miatt bele lehetett tenni. Például alkalmazások megnyitásakor van egy alsó asztal, mint a tableteknél vagy a számítógépeknél, ami megkönnyíti az appok közötti váltást,
vagy a multitaskingot, amiben egyébként is nagyon erős, könnyen megy, még az orientáció is változtatható, valamint bizonyos appok felismerik, hogyha a telefon félbe van hajtva, és két külön felületként kezelik a kijelzőt. Ha a külső kijelzőn meg van nyitva valami, és a telefont kinyitjuk, akkor a nagy kijelzőn ugyanonnan folytatódik minden, ahogy a külső kijelzőnél volt. Akkumulátor terén technikailag nincs változás, ugyanaz a 4400 mAh-s telep került bele. A változás az az energiahatékonyság, ugyanis az idei chip egy picit hatékonyabb. Ez a gyakorlatban egy minimális javulást eredményez. Az előző foldról ugyan nem csináltam videót, de 5 napig nálam volt, és megnéztem a jegyzeteimet róla. Ahhoz képest körülbelül egy olyan fél órával több képernyő időt tud, ami azért javulás. Egy egésznapos használat az simán megvan, főleg, hogyha a külső kijelzőre támaszkodunk. Hogyha nagyon sok komolyabb feladatot adunk rá, és főleg a belső kijelző van használatban, akkor azért a nap végére már vészesen merül. A PC Mark üzemidőtesztet én a külső kijelzőn végeztem. Az eredmény 13 óra, 13 perc lett, ami azért a középmezőny közé sorolható, és tényleg így a külső kijelzőre támaszkodva bőven megvan az egy nap. Összességében szerintem a telefon képességeit és kijelzőit figyelembe véve ez nagyon nem rossz érték. A töltés vezetékesen max. 25 wattos lehet, töltő az nincs a dobozban. A 30 perces töltés alatt 48%-a tudtam feltölteni, a teljes töltés 1 óra 23 perc volt, ami átlagos érték. Van 15 wattos vezeték nélküli töltés is, valamint visszatölteni is tud szükség esetén. A kamerás részleg az teljesen átalakult, a háttapi kamerák terén nagy változások vannak, a telefotó és az elsődleges le lett cserélve. Egy 50 megapixeles elsődleges, egy 10 megapixeles, most már háromszoros optikai zoomot tudó telefotó, és egy 12 megapixeles ultraszéles került a Fold 4-be. A fő egységgel lőtt fotók remek minőségűek, minden téren nagyon tetszenek. A színek, az élesség, a kontraszt, dinamika tartomány mind remek, a képek nagyon tetszetősek. A telefotóval lőtt képek is remek minőségűek, kevés a zaj, jó színek, jó dinamika tartomány jellemzik. Portréfotót a telefotó, valamint a fő egységgel is lehet készíteni. Mindkét esetben jó az eredmény, és remek a háttér és a tárgy elválasztása. Az ultraszéles is jó képeket készít, a dinamika, a színek jók, az élesség itt egy kicsit elmarad az általam elvártól. Ami jellemzi mind a három kamerát, hogy a színvisszaadás remek, mindegyik szenzor esetében hasonló a végeredmény, nem ütnek el egymástól a különböző kamerákkal lőtt fotók. Az éjszakai fotók jó minőségűek, az elsődleges egységgel, nagyon jó a kontraszt és a színmegjelenítés, a dinamika tartomány remek, de a képek egy picit lágyabbak, mint nappal. A telefotó kamera éjjeli képei is abszolút jók, itt is jó a kontraszt, a színek, valamint a dinamika tartomány. Az ultraszéles kamera is jól teljesít, amennyiben bekapcsoljuk az éjjeli módot. A képek minősége szerintem magáért beszél. A selfie készítésre több opció van. Használható ugye a hagyományos selfie kamera az előlapon, annak a minősége jó, vagy használható kinyitott állapotban a kijelző mögé rejtett selfie kamera, ennek a minősége már kevésbé jó, így ennek csak maximum videótelefonáláskor van értelme. A harmadik és egyben a legjobb opció, hogy a fő egységgel készítjük el a selfie-t, ugye a telefont teljesen kinyitott állapotában, ilyenkor a külső kijelző működik képkeresőként. A minőség így kiemelkedő. Videók terén 8K 24 képkocka a maximum, de ezt igazából úgysem használja senki. A videók minősége az összes kameránál jó, és itt is kiemelkedő az, hogy a színek mind a három esetében passzolnak, nincsenek, vagy maximum minimális eltérések vannak. Kifejezetten jó még a kamerák stabilizálása is, séta közben is jó videókat tudtam készíteni. Éjszaka a főegység meglepően jó videókat készít, az ultraszéles viszont eléggé szétesik, nagyon zajos és nem hozza azt a szintet, amit azért 800 000-ért már elvárna az ember. Szóval összességében ilyen egy 800 000-es telefon, hogyha reálisan nézzük, igazából abszolút nincsen konkurenciája, mert amíg hasonló telefonok lennének,
csak kis szériában készülnek, és jellemzően itt errefele nem is kaphatóak. Az, hogy jó-e neked egy ilyen kinyithatós telefon, azt ugye neked kell tudni, használati mód függő. Ez nyilván egy elég speciális vásárlóközönségnek szól, akik szeretik a legújabb techet, és hasznukra válik a hatalmas kijelzőfelület. Egyébként a teszt alatt találkoztam Z Fold 4 felhasználóval az utcán, úgyhogy azért van, akiknek ilyen telefonra van szükségük, és meg is veszik. Ami biztos, hogy ez a telefon a legjobb ebben a kategóriában, és minden téren fejlődött az előtthöz képest. Jobban használható külső kijelző, strapabíróbb anyaghasználat, jobb kamerák, erősebb chip, jobb üzemidő, jobb szoftver, szóval tényleg minden téren fejlődött, pedig az ára ugyanannyi maradt. Nem lehet ezt nem ajánlani, ez a legjobb és legteljesebb telefon a kinyithatós telefonok között. Nem tökéletes, azért van még hely a fejlődésre, de legalább van mit csinálni majd a következő generációnál. Nektek hogy tetszik? Vennétek ilyet, hogyha mondjuk az ára nem lenne tényező? Írjátok le kommentben. Köszönöm szépen a figyelmet, kérlek dobjatok egy lájkot a videóra, és egy feliratkozást a csatornámra, a Samsungnak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy elküldték nekem a készüléket tesztelésre. Köszönök szépen mindent, sziasztok!